Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Még tavaly decemberben derült ki, hogy elektronikus árverésen próbálnak túladni azon a 749 darab lélegeztetőgépen, amelynek beszerzésére a TMT Technics Kft. Kapott megbízást a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól még a koronavírus járvány idején. Az eredetileg darabonként 10 millió 760 ezer forintért kínai lélegeztetőgépeket február 11-e és 26-a között 13 ezer forintért még meg lehetett volna venni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar árverési oldalán, de még ajánlat sem érkezett. A végrehajtási eljárást a minisztérium kezdeményezte, hogy visszaszerezze a cégnek kifizetett 4 milliárd forint előleg egy részét, mert az nem szállította le az összes megrendelt eszközt. A 749 darab lélegeztető gépet 3-4 éve egy ceglédi raktárban tárolják, nem vámkezelték, és soha nem jutott el egyetlen kórházba vagy mentőautóba sem. Ráadásul ez a típus kevesebbet tud egy valódi intenzíves lélegeztető gépnél, hiszen arra szolgál, hogy lélegeztetett betegeket átmeneti ideig szállítás közben lélegeztessenek vele. A minisztérium még 2020-ban elismerte, hogy a szükségesnél jóval több, összesen 16 ezer darab lélegeztető gépet szerzett be a járvány idején, több mint 300 milliárd forint értékben. Ezeknek nagy része soha nem került be a kórházakba, külföldre ajándékoztak belőlük, illetve egy gödöllői raktárban további 12 ezer darab áll bontatlanul. Gulyás Gergely miniszter úr 2020-ban arról nyilatkozott, hogy azokat a gépeket, amelyekre nincs szükség, könnyen el lehet majd adni, de tavaly augusztusig egyetlen egy darabot sem adtak el. Kérem tisztelt államtitkár úr szíves válaszát azzal kapcsolatban, hogy az árverésre szánt 749 darab lélegeztetőgépből mégis sikerült-e valamennyi darabot eladni, illetve mennyi közpénz kerülhetett vissza így az államhoz. Elfogadhatónak tartja államtitkár úr, hogy eddig nem tapasztalt példátlanul óriási veszteséggel próbálnak megszabadulni a lélegeztetőgépektől a magyar adófizetők kárára, mikor vállalják a felelősséget az elhibázott lélegeztetőgép bizniszért, ki az, aki ekkora hibáért még mindig a helyén maradhat és hozhat további döntéseket. Köszönöm szépen! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! Mindannyian emlékszünk a koronavírus járvány globális kitörésének és gyors elterjedésének a kaotikus és ijesztő napjaira. Nyilván senki akkoriban nem tudta, hogy ebből a járványból pontosan mekkora baj kerekedik. A kezdeti képsorokra is emlékszünk, amelyeket Kínából, Olaszországból, Angliából láthattunk még a járvány európai begyűrűzése napjaiban, amikor is lélegeztető gépek hiánya, megfelelő orvosi felszerelés hiánya és szakember hiány okán fejlett európai országokban is egészen drámai helyzetek, állapotok bontakoztak ki az egészségügyi intézményekben, miután azok nem voltak ezen szűk keresztmetszetek miatt képesek teljes egészében maradéktalanul ellátni az akkor még ismeretlen tünetekkel és ismeretlen korképet eredményező betegséggel szembesülők tömegeit. Erre a helyzetre reagált a magyar kormány akkoriban, 2020 első hónapjaiban, amikor egy nagyszabású nem csak lélegeztetőgép, hanem COVID-járvány elleni orvosi, COVID-járvány elleni küzdelemhez szükséges orvosi felszerelés tömeget rendelt meg, annak érdekében, hogy ezeket a Nyugat-Európában több helyen kialakuló helyzeteket meg tudjuk előzni. Én azt gondolom, hogy évek múltán most már az utólagos bölcsesség jegyében meg tudjuk azt állapítani, hogy ez a védekezés alapvetően sikeres volt, nyilván tragikus veszteségek érték az európai lakosságot, így köztük a magyar lakosságot is, mindannyian ismerünk olyanokat, akiket elvesztettünk ebben a járványban, de a helyzet azt gondolom sokkal nagyságrendekkel rosszabb lett volna, hogyha ezeket a szükséges beszerzéseket nem tesszük meg, és igen, inkább túlbiztosítottuk magunkat sem, mint hogy bárki is hiányt szenvedett volna. Köszönöm szépen!